Sziasztok srácok, köszöntelek titeket ismét egy, nem tudom, hogy ez most roller vagy kerékpár, úgyhogy egy ilyen elektromos járgány tezben. De még mielőtt belemennénk, két nagyon fontos info, jobb felül találtok kártyát, illetve a leírásban linket az Instagramomhoz. De nagyon egyszerűen, hogyha felmentek az Instagram, megnyitjátok az appot, keresőbe beírjátok, hogy Hollywood Honda, akkor be tudtok követni, és nem fogtok lemaradni semmi fontos infóról. Másik nagyon hasznos és fontos dolog, szintén jobb felül kártya, leírásban link, záróképernyő elemek között találtok egy videót. Ez egy lelepező videó, a másik csatornámnak a lelepező videója, amit tavaly töltöttem fel nektek ide, HH-ra. Nézzétek meg, és ha tetszik ez a fajta tartalom, akkor iratkozzatok fel oda is, ne csak HH-n kövessetek. Egyébként főleg autó- és motorszerelés de ott is egyre több az ilyen elektromos járgányos videó, mindenféle részletes dolog, ami itt nem hangzik el feltétlenül ezekben a teszt Mi nézzétek meg, és kövessetek be, hogyha úgy gondoljátok. Térünk vissza a mai tesztalanyunkra. Ismét itt van előttünk egy Kukrin járgány ez a Kukirin C1 Pro. Ezt is egy hivatalos Kukirin oldal küldte, a kukirinescooters.com, nem ugyanaz, aki az eddig küldte most már tavaly óta. Ez egy másik, nézzétek meg a linket a leírásban, mindjárt el fogunk térni az ára. Ez a C1 Pro, ez a 2024-es verzió, kapott tükröt, kapott kosarat előre, illetve hátra egy gyerekülést, ezek a frissített tulajdonságai így 2024-re. Kupon nincsen hozzá, viszont csökkentették az árát, és ilyen őszi halloweeni leárazás van, úgyhogy jelenleg 519 euróért juthattok hozzá. Ez per pillanat 207.500 forint, ez a legolcsóbb ár, amit tudnak kínálni. Európai raktáról ingyen szállítása láfa és van mentesen néhány napon belül fogja hozni a nekem posta futár hozta éppen ezt a jószágot. Linket találtok hozzá mindenhol, rögzített kommentben, leírásban, kártyák között, záróképenyő elemekben, Nézzétek meg, és ha hát ezt után úgy gondoljátok a ezatok bejre. Előjáróban annyit szeretnék róla elmondani, hogy a milyen otromba, és nem tudom eldönteni róla, hogy most kerékpár, vagy roller, vagy igazából hogy is lehetne ezt nevezni, annyira kényelmes, annyira gyors, és annyira jó vele menni. Ilyen kényelmes, nyugdíjas tempóba rá lehet huppanni, felteszel valamit előre, unokat feldobott hátra az ülésre, lehet vele össze-vissza menni. Pozitív csalódás nekem ez a roller a kinézete után, mivel nem lett azért egy olyan ökör jó jószág, de nézzük meg, hogy mit tud. Az akkumulátorunk itt lent található a fa Kukrin logós bevonat alatt. Ez egy 48 voltos 26 amperórás akkumulátor. Rohadt nehéz egyébként a kütyű. 32,5 kg, úgyhogy pakoltak bele bőven akkumulátort és ezzel az aksi van, ha minden igaz, 100 km a hatótávja. Ugye itt nem tudunk tekerni, berakjátok egyesbe, nyomjátok neki, és el tud menni 100 km-t, úgyhogy nem véletlenül ilyen ökör nehéz. Itt van ott, bal oldalon egy töltőport, és kivételesen ez az első ilyen roller, 3 amperes töltőt kapunk hozzá, Úgyhogy ki tudjátok számolni a 26-osztva Aránylag elég hamar fel lehet tölteni az aksiát ahhoz képest, hogy milyen buzi nagy motorunk hátú található. Egy motorunk van, ez egy 500 wattos motor, aminek a peak power -je 800 watt, 35,84 század newtonméter a nyomatéka ennek a motornak. Elő található rajta teleszkóp, ez nem állítható, de nagyon szépen elnyeli az útnak a kellemetlenségeit, illetve az ülés is rúgózik a seggünk alatt, úgyhogy nem igazán lehet érezni túl sok mindent, hogyha átmegyünk valamin a rollerünkkel elől és hátul is tárcsafék található rajta, kifejezetten jól fog. IP54-es vízvédelmet kapott, illetve 18 fokos emelkedőt tud elvileg megmászni. A kerekünk, ahogy láthatjátok, on-road verzió, ezt nem is fogjuk levinni az útról, csak ide a sóderbe meg a falevelek közé ezt kifejezetten utcára találták ki. Terhelhetősége 120 kg, természetesen, hogyha két utas van rajta, az ő tömegük, meg ugye a csomag tömegesen haladhatja meg összesen a 120 kg-ot. Kerekeink egyébként 14 szorosak, úgyhogy így még inkább el tudják nyelni az útnak a egyenetlenségeit. És a legfontosabb, hogy gyárilag, tehát akárhogy ezt elővesszük a dobozba és bekapcsoljuk, a végsebességünk 45 km h óra, ami természetesen le tudunk korlátozni akár 25-re is, és akkor annyira nem fognak csúnyán nézni a rendőrei. Lámpa található rajta elől és hátul is, az ülés magassága állítható, kormány magasság szintén állítható, összecsukás szempontjából elég furcsa a helyzet, csak ezt tudjuk lehajtani. Másik csatornán találtok erről is videót, meg rengeteg minden másról, kicsomagolás, first ride, top speed videó az összes sebességi módban titkos menü végsebességű lett az kiszedés, úgyhogy ott mindent meg tudtok nézni. De van bal oldalon egy faszak is kitámasztunk, és nagyjából a külsejéről ennyit. Jöjjünk fel ide a kormányra, mint említettem, van kettő tükrünk, van kettő fékkarunk az első és a hátsó fékhez. Jobb oldalon van még egy kijelzőnk, egy gázkarunk, kijelzőn egy fel, egy legomb és egy bekapcsoló gomb. mindjárt megnézzük, hogy mit fog tudni. Bal oldalon van egy lámpa, kapcsolunk, index és duda. Kapcsoljuk be a rollerünket, hosszan meg kell nyomni ezt az on gombot a kijelzőn, ekkor bekapcsolódik, innentől kezdve tudunk kapcsolgatni rajta mindent. Csüt még kitámasztom, lámpa felkapcsolva, elő van egy ilyen gyönyörű szép fehér redes lámpánk, hátul egy piros, amit ha meghúzzuk a fékkart, akkor erőteljesebben világít, illetve ha balra indexelünk, balra fut eled, csik, ha jobbra, akkor pedig jobbra fog futni. Hátul van szintén indexünk, úgy mint a legutóbbi néhány gyárgánynál, elől még mindig nem fogunk tudni indexelni. Ezeken kívül van még egy dudánk. Faszán tudjuk hallatni a hangunkat. Jobb oldalon kijelző, mit látunk rajta? Jelenleg ég a lámpánk, hármas sebességi fokozatban vagyunk. Éppen most 6 km van a rollerben, van egy világítós kukinirologunk, látjuk az akkumulátor töltöttségét, jelenleg 4 egység van benne, illetve hogy mennyivel megyünk kilométer per órában. Sebességi módok között a fel és a le nyilakkal tudunk váltani, 1-es, 2-es és 3-as, 1-esben 22-vel, 2-esben 32-vel, 3-asban pedig 48-49-el képes menni így terhelés nélkül. Alattam 44-45-tel tudott menni itt az egyenesben, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy nagyjából mennyivel tudunk menni. Titkos menüt el tudjuk érni, megmutatom, hogy a végsebesség korlátozást hogy tudjátok visszatenni. Hosszan megnyomjátok a kettő gombot. Ez a titkos menü, másik csatornán lesz róla a videó, leírásban benne lesz, hogy mi mit tud, sajnos a füzetben nincsen benne, viszont a kettes beállítás az a végsebesség korlátozás, jelenleg 100 on van, ha ezt visszateszitek 50-re, akkor pont 25-tel fog menni a jószágunk. végig tudjátok nyomni, rengeteg opció van, nem tudjuk, hogy mi mire való, illetve a leírás alapján nem, de a Kukrin csinált már róla videót. Szintén hosszan megnyomva vissza tudunk ide jutni, meg tudjuk nézni a tripet, Velkapcsolgom megnyomásával, és a teljes megtett kilométert, ami 6. Szerintem elmondtam róla minden, telefonos alkalmazásunk nincsen, titkos menü van, van benne tempomat, van zéró start, működik így, ki tudjátok kapcsolni a titkos menüben, ahogy a tempomatot is. Menjünk az egyes sebességi módra, és induljunk el ezzel a nyugdíjas járgánynyal. Nem negatív jelzőként említem, szerintem marha kényelmes, és ez egy nagyon-nagyon jó jószág. Hogy tudom elképzelni én ezt? Tényleg a, a kicsit az idősebb korosztály, ezt nem fiataloknak. Ez az öt 50 plusz. Aki egy ilyet venne, szépen elmegy reggel, vesz egy-két dolgot a boltba, elmegy vele esetleg dolgozni, aztán hazafele bevásárol a fiatalok, ilyet nem fognak venni. Egyesből felkapcsolok, kettesbe, kicsit már gyorsabban tudunk itt repeszteni. Inkább az idősebbeknek tudom ezt elképzelni. A kosarat le lehet róla venni, a hátsülést le lehet róla venni, egy kicsit így át lehet alakítani természetesen dizájnosabbá. Felváltottam hármasba. Kisgyák is itt rollerezők mellettünk. Éppen 40-nel repülünk már hármas sebességi módban, és annyira nagyon szépen megy. Rollereknél, meg bicoknál sem tapasztaltam még ilyet, mintha sinem mennék. Hogy ez az ülés miatt van, hogy elnyeli ezeket a kis, akár picike buckákat, vagy az első lengés de nagyon szép. 41-41-en megyek, bekapcsolt a tempomat, és tényleg, mintha egy, egy vonattal mennék. Olyan nagyon szépen megy nem is kell vele semmit csinálnom. Nagyon jól fog a fék, minden, minden, helyén van, minden kézre áll. Azért dicsérem egyébként ennyire, mivel csúnya. És ha már csúnya, akkor jónak kell lenni, és valahogy ez sikerült nekik elérni, hogy basszus, ez kényelmes lett. Csak az a baj, hogy ez valószínűleg negatív az emberek számára, hogy így néz ki ez a roller. Ez scooter kategóriában van, úgyhogy nevezzük nevén, elektromos roller nekem nagyon bejön. Nem használnám még, nem értem meg erre, hogy ilyen nem menjek. Olyan igazából, mint egy robogó, hogy itt, itt van a lábam. És elkaptam egy kurva nagy ágat a lábammal. De aki ilyet szeretne, ezért a pénzért akciósan, euraktárból, mentesen, néhány napos szállítási idővel szerintem megéri az árát ebben a kategóriában, aki ilyet akar venni. Ez nem egy offroad roller, nem egy könnyű roller, egy könnyű városi. Ez egy ilyen aránylag nehéz batár dög, de kurva kényelmes. És ez a, ez a, legnagyobb pozitívum szerintem benne, hogy egy kényelmes jószágot csinált a Kukrin ebből a C1 Pro-ból. És srácok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjátok le véleményeteket kommentben erről a rollerről, Nézzétek meg a linket a leírásban, lehet később lesz kuponom is, majd természetesen frissítem, és hogyha úgy gondoljátok a teszvideó után, akkor ruházatok be egy ilyenre, szóljatok anyukátoknak, apukátoknak, nagyszülőknek, hát ha valakinek megtetszene. Ez a, ez a szívesen járna vele, nem kell tekerni, nem kell löködni, kényelmes. Tényleg, ez egy jó lett, meglepő. Mindjárt fogok egy másik dögöt is tesztelni, lehet arról nem fogom tudni ugyanezt elmondani, de ez egy meglepő, meglepő, pozitív dolog lett. Nagyon nem is jutok szóhoz. Kövessetek be Instán, ha még nem tettétek volna, illetve iratkozzatok fel Hollywood Hondára, iratkozzatok fel a másik csatornámra, én a HH voltam, sziasztok!